Kérdeztek, hogy miért ilyen az egészség és oktatás ügy Magyarországon. Nem vagyok politikus, kívülálló vagyok. De egyszerű paraszti észre az egészségügy ilyen, hogy hamar meghaj, így olcsóbb az eltartásod, és az oktatás ügy azért ilyen, hogy maradj hülye. És akkor nem veszed észre, hogy mi történik veled. A másik Válaszom, hogy e két területről lehet a legjobban lopni. Na most, hogyha egy ország ilyen állapotba kerül, akkor felül kell vizsgálni az okokat. Honnan, hová mennek a pénzek? Mert ma Allahot kihagyták mindenhonnan, és helyébe a pénzt tették be. A pénzek áramlása. Rámutat a sátánra, <laughs> és jól válasz meg a célpontot, hogyha már mindenképpen célpontot keresel. Többször mondtam, ha egy autó előtt, ne az autóra legyél mérges, hanem arra, aki azt vezeti. Sokszor rosszul látod és az iránt fortyog, dühöd és leszámolási indulatod, akivel te napi kapcsolatban, vagyis nem a felbújtóval állsz szemben. Keresd a felbújtót. Az a fitna, az ármány, a kísértés, tehát az iszlám legnagyobb bűnének a tulajdonosa, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته